Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunkat látják. A mai műsorban izgalmas vendégek érkeztek, mint mindig, de most van egy olyan vendég, akit eddig még nem láthattak, és azt hiszem, hogy a hölgyekkel őt jól ki is fogjuk kérdezni. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Műsorunk állandó nézőinek már ismerős Papp Csilla is, aki most is itt van, életvezetési szakértő, párkapcsolati mediátor. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És a meglepetés és az újdonság, akit mindannyian nagy szeretettel köszöntünk, Révész Lajos, székesfehérvári baptista gyülekezet lelkésze, és a Magyar Családterápiás Egyesület tanulója. Mondhattam volna még sok mindent, de nem véletlenül emeltem én ki ezt a Magyar Családterápiás Egyesület tanulója kifejezést. Mit jelent mindez? Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 éve keresem azt, hogy hol lehetne tovább fejlesztenem azt a 20-akárhány éves diplomát, ami a zsebemben van. Nyilván én teológia felé nagyon szívesen elmennék, de kerestem egy olyan gyakorlatibb dolgot, ami sokkal inkább használható a mindennapi ember számára is. És a lányom, mivel pszichológus, ő hívta rá a figyelmemet fel, és hát először azt mondtam, hogy én már 53 évesen nem hiszem, hogy felsőoktatásba visszamennék. De igaza volt, hogy próbáljam meg, és 120 jelentkezőből 20-at vettek föl, benne voltam, ott vagyok, és élvezem. Azt hiszem, hogy a hölgyek is tudnának ezzel kapcsolatban tapasztalatokat mondani, mert ők sem nagyon álltak meg a tanulással. Folyamatos, igen. Azt beszéltük meg, hogy kikérdezzük egy kicsit Révész Lajost, hiszen nagyon érdekes élete volt. Már eleve, ahogy a házassága kezdődött, és ha nem baj, és kicsit személyes a dolog, akkor hagyj menjek mindjárt ide-vissza. Hogy is volt az, hogy találkoztatok Szilvivel, akit innen is üdvözlünk, és ugyan szerelem még nem volt, de tudtátok, hogy ti lesztek házasok. Igen, hát klasszikus értelemben meglátni és megszeretni, bővebben kifejtve. Tulajdonképpen egy karácsonyi legációban voltam, akkor még teológusként, teológiai hallgatóként. A legáció az azt jelenti, hogy szentestétől új év napjáig kihelyeznek valahova, mint egy ejtőernyős, és a helyi lelkésznek a segítségével az ottani gyülekezeteket végiglátogatva szolgálunk, családokat látogatunk, igét hirdetünk. És mindjárt az első este, karácsony első este elmentem a kondorosi gyülekezetbe. Napközben én kaptam egy térképet és címet, és a környéken lévő gyülekezeteket jártam be. Estére az istentisztelet végére érkeztem meg. Legdiszkrétebben leültem egy helyre, hogy ne vegyenek észre, viszont én ott azon a helyen észrevettem valakit az énekkarba. Zöld ruhában volt, ölében egy 2 éves gyermek, és így bennem megfogalmazott, hogy ő lesz a feleségem. Utána gyorsan korrigáltam, hogy hát lehet, hogy egy anyuka, tehát ne gondoljuk, hogy ennyire túl a dolgot. Aztán végül is kiderült, hogy a leendő sógorom, tehát a feleségemnek a testvére ült mellettem, és én diszkréten kitudakozoltam, hogy ki ő, és tudtam, hogy szabad, és a többi, és a többi. És 3 nap múlva egy rövidebb beszélgetésben elmondtam, hogy hát amikor én megláttalak, akkor megfogalmazódott bennem, hogy én szeretném, hogy te lennél a feleségem. 3 nap. Igen, addig bírtam. És ő felnevetett, és azt mondta, hogy de hát ő nem is szerelmes belém. És mondtam, hogy én sem feltétlenül ezért mondom, de ez fogalmazódott meg a szívembe, és akkor végül is ő elmondta azt, hogy 2 évvel ezelőtt odajött valaki hozzá, egy idősebb hölgy a gyülekezetből, és annyit mondott neki, hogy Szilvi, van már barátod? És azt mondja, hogy hát még nincs. Ugye ez akkor 21 évesen ez egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés volt. És úgy bátorította ez az idősebb hölgy, hogy szerintem te úgy fogsz férjet kapni, mint az én apukám, aki bement, bocsánat, mint az én anyukám, akihez bement a gyülekezetbe egy teológus, meglátta, megkérte a kezét, és onnantól kezdve, ha jól emlékszem, 60 akárhány évet együtt éltek. Én ezt nem tudtam, de ez volt az a pici-pici bizalom, ami miatt ott azonnal nem mondott nemet. Ha ott nemet mondott volna, teljesen megértettem volna, főleg mai fejjel. Viszont annyi könnyítést adtam Szilvinek, hogy én 2 évet várok a válaszára. Ehhez képest 6 napon belül megjött a válasz.
És akkor így elindult egy ismerkedési folyamat. Én Liba Bőrös vagyok, és akkor most itt hagyd kérdezzem, mert talán ez Csilla területe, mint párkapcsolati mediátor, hogy tényleg ez úgy általában neki különleges esetük volt, vagy általában működhet egy ilyen kapcsolat, hogy így megváltuk egymást, eldöntöttük, mert ez jónak tűnik, aztán majd jön a szerelem. Hát ez a meglátni és megszeretni, ez abszolút működik, mert a szív az érzi, hogy ki az. Tehát én azt gondolom, hogy amikor leszületünk, akkor a lelkünk valahogy valakikkel szövetséget köt, és ezt megérezzük, amikor a közelébe kerülünk annak a valakinek, hogy na ő az. Ez biztos nagyon sok néző vagy hallgató is érezte már, hogy ránézett valaki, és azt mondta, hogy Istenem, hát ő lesz az. De hogy ez rögtön szereleme, vagy maga az érzés és a gondolat hasít az emberbe, jó értelemben hasít, hogy ő az, mert hogy ugye nálatok később jött meg a szerelem, és egyébként nekem az a szakmai tapasztalatom, hogy a megérlelt, kiforrott, kiérlelt kapcsolatok azok, amik kiállják az időpróbáját, tehát hogy ott van a hasítás, vagy ott van az a gondolat, az érzés, hogy igen, ő az, de hogy ugye utána valami elindul, valamilyen építkezés, ugye alapokat rakunk, és ahogy ismerkedünk, ahogy mondtad, hogy azért volt egy udvarlási szakasz, egy ismerkedés, az alatt, hogy megismerem a másikat, úgy szeretem egyre jobban, és úgy szeretjük egymást egyre jobban. Így volt. Igen, illetve azért annyit hozzáteszek, a fiatalok, amikor meghívnak bennünket, hogy beszéljünk arról, hogy ismerkedtünk meg, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy azért ez nem a legnormálisabb esete a példáknak. Tehát, hogy valószínűleg mi is tipis toplestoppoltuk ezt, de mindenkinek megvan a saját útja. Igen, tényleg így volt, hogy egyébként a megismerkedéshez képest 8 hónapra házasodtunk össze. Addigra már viszonylag jól megismertük egymást, viszont ezzel együtt én azt mondom, hogy mai napig sem csodálkozom ezen a bátorságán Szilvinek, hogy nemet mondott, vagy bocsánat, hogy igent mondott, hogy nem mondott nemet, és talán azért annyit hozzátennék, hogy azért tényleg azért egy nagyon nagy rizikó, tehát hogyha valaki bizonytalan a párválasztásában, akkor nem feltétlenül ez a huszáros megoldás a legjobb megoldás. Zsuzsi, te mit mondasz ezzel kapcsolatban? Hát én azt gondolom, hogy ismerve a világirodalmat és ismerve rengeteg családnak a történetét, nagyon sok helyről köszönnek vissza hasonló momentumok, hogyha egymásnak rendeltettet az a két ember, akkor az a két ember úgyse fogja egymást elkerülni, és akkor nekik dolgok van egymással, és meg kell tenni, amit meg kell tenni. Én azt gondolom, hogy a bátorságotokat meg óriási respekt, mert mind a kettőtök részéről ez azért az egy vakrepülés volt az első pillanatok kezdve. Abszolút. Aztán szépen lassan felépítettétek. De ez gyönyörű. Tehát én azt hiszem, hogy ha valaki adja magának a lehetőséget arra, hogy valóban megismerjem a másikat, valóban kíváncsi vagyok rá, valóban én szívesen adom a szívemet, lelkemet és megmutatkozom neki, akkor ez lehet egy ilyenfajta dolog is. Én azt gondolom, hogy ha ez így volt, és ez így van hosszú évek óta, és ahogy az életetek mutatja, ez rendben van, akkor gyönyörű. Úgy érzed, hogy az akkori efféle megismerkedés hatással van a jelenlegi kapcsolatotokra, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó házasságban éltek. Inkább azt mondanám, hogy idő nekem, most egy férfiasan fogok fogalmazni, hogy nekem időt spórolt meg, tehát amikor beléptünk a házasságba, nekünk már olyan volt, mintha évek óta ismertük volna egymást. Nyilván aztán kellett a házassági életszakaszainkat felfedezni, meg megismerni önmagunkat bizonyos szakaszokban, de azt egészen biztosan tudom, hogy az első 20 évre egy olyan lendületet adott, hogy azt gondoltuk, hogy fú, itt már semmi dolgunk nem lesz. Aztán rájöttünk, hogy igen, azért még lesz dolgunk. Idén leszünk 30 éves házasok. Ó, gratulálunk. Így van, ehhez mindenképpen gratulálunk. Köszönjük. De azért az első 20 év sem volt ilyen egyszerű, mert hogy valahogy a hagyományos házas életet nem mindig követtétek, ha csak Mongóliára gondolok, de ne szaladjunk ennyire előre, mert ugye a család az nem csak a házas párból áll, hanem 4 gyermeketek van, milyen felállással. Igen, szóval ott kezdeném, hogy amikor már elköteleződtünk és eljegyeztük egymást, akkor emlékszem arra a helyre és padra, ahol leültünk és átbeszéltük egyetlen egyszer a családmodellünket, egyeztettünk gyakorlatilag. De tudatosság, amiről annyit beszélünk, ugye? Igen, és abszolút, gyakorlatilag ott kiderült, hogy mind a ketten 4 gyermekben gondolkodunk. Egyébként neki 1 testvére van, nekem 3, sőt egy ikertestvérem van, tehát nekem ez nem volt ilyen furcsa.
Tehát, hogy 4 gyermekünk lesz, a vágyunk az, hogy 2 fiú, 2 lány, és nagyon nehezen hozakodott elő a témával, de azt mondta a feleségem, hogy, és akkor még menyasszonyom, hogy hát az az igazság, hogy ő szeretne örökbe fogadni. Mondom, nagyon jó, mert én sem ezzel akartam kezdeni, de bennem is ez van. És hát ennek is megvan a története, neki is, hogy miért szeretnénk, de a lényegben, hogy így megbeszéltük, hogy viszont szeretnénk, hogy az első saját lenne, a 2 középső örökbefogadott, és a végére, ha érkezhetne egy saját. Ott nem beszéltük meg a fiú-lány beosztást, de gyakorlatilag ezen kívül nem emlékszem, hogy erről beszéltünk volna, és gyakorlatilag most azt tudom mondani 30 év után, hogy ez a kottász pont így játszódott le, úgyhogy. Mint hogy a reklámban is van, így is lett. Így is lett, így is lett. Így is lett. Nos, és akkor térjünk arra rá, hogy hát nem összeházasodtatok, de nem feltétlenül itt Magyarországon éltétek le az életeteket. Hogy kerültetek pont Mongóliába 3 gyerekkel? Én a katonaság alatt éltem meg olyan Isten élményeket, aminek a kapcsán egyértelmű volt a számomra, hogy ha én leszerelek, akkor nem a Soproni Faipari Egyetemnek a bútor tervezésére kell mennem, hanem egész máshova, és ez pedig a teológia lesz. Mivel én baptista hátterű vagyok, ugye nem volt kérdés, hogy hova, ide nyertem felvételt. Beérkezve az akkor még főiskolai szintű oktatásba, azt láttam, hogy én sokkal gyakorlatiasabb vagyok, úgyhogy én szeretnék a lelkészi szolgálat mellett valami olyant is tenni, ami az én, mondjuk így, hogy a karitatív részemet is betölti. És akkor éppen egy eléretlen népcsoportokért imádkozó és ezekről beszélgető csapathoz csatlakoztam. Keresztény főiskolások, egyetemisták voltak, és mindenki akkor Albániába, itt most 1991-ről beszélünk, mindenki Albániába vágyakozott, mert hogy az mekkora az átország, és volt egy mongol szál is, ahova nem sok érdeklődő volt, de valahogy én utána jártam ennek a Mongóliának, és valahogy így ott ragadt a szívem. Közben pedig 2 mongol diákot felvállaltam 0. évben, akik magyar tanultak, kiderült, hogy 2000 diák van, mongol diák tanul Magyarországon. Aztán ugye mi rendszert váltottunk, és ennek egy következményeként az összes mongol diákot visszarendelték, és akkor így megfogadtam, hogy én egyszer utána megyek ennek a bájárnak, akit én tanítottam. És gyakorlatilag, amikor a feleségemnek a kezét megkértem, akkor ez volt az egyik kitételem, hogy de ha igen mondasz, akkor tudjad, hogy lehet, hogy egy életünknek egy részét jurtába fogjuk élni. Hát ez annyira elképzelhetetlen volt, és annyira, nem is tudom, tehát, hogy nem is gondolt a feleségem, hogy egyszer ez valóban megtörténik, tehát ezzel nem is számolt, de azt mondta, hogy ha ez a te szíved vágya, ez a te hívásod az életedbe, akkor biztos meg lesz ez. Aztán megszületett az első gyerekünk, megszületett a második gyerekünk, és azt gondoltam, hogy hát ebből már nem lesz semmi, ez egy nagyon szép álom volt, biztos valamire jó, majd valahol beépítem a memoáromba, hogy volt egy ilyen vágyam. Aztán valahogy Angliában egy pici gyülekezetben megkértek, hogy látogatóban voltunk, és délőtt bemutatkoztam, délután pedig igét hirdettem. Délőtt pedig az istentisztelet után egy hölgy odajött hozzám, és azt mondta, hogy ha délután itt leszel, hozok neked valamit. Egy mappát, egy viszonylag vastag mappát elhozott, és azt mondta, hogy 3 hónap óta gyűjtöm a cikkeket, folyóiratokat és minden egyéb dolgot, fénymásolok Mongóliáról, és az ő konyha polcán fent a tűzhely fölött gyűjtögette ezeket ebbe a sárga kis mappába, és azt mondta, hogy ma délelőtt, amikor hallottalak téged, valahogy egy hang megszólalt bennem, hogy ennek az embernek ad oda. És hát ez volt egy olyan félreérthetetlen jel, hogy ez a nő nem tudta, hogy nem beszélt a Mongóliáról, ez a hölgy nem tudta, hogy nekem mi a szívem vágya, és akkor, mintha csak egy ilyen búvó patak megint előjött volna ez a hívás, és ehhez képest 3 évre mehettünk ki Mongóliába, először 8 napra, hogy körülnézzünk, hogy milyenek a körülmények. Feleségemmel 2 8 napos vízumot kaptunk, és majd ehhez képest 1 évre mehettünk ki 1 teljes évet.
És akkor itt most megint álljunk meg egy kicsit, hogy a szakemberek is hozzá tudjanak szólni. Megmondom őszintén, hogy akármennyire is szeretem a férjem, ha elém állnak, hogy most megyünk jurtába, egy évre Mongóliába, hát nagyon valószínű, hogy nem mennék vele, nem mondanék igen. Mi kell ehhez egy házasságban? Tehát milyen kapcsolat kell az legyen, hogy ez így működjön? Hát azt gondolom, hogy egyfajta azonosulás, egyfajta közös hitrendszer. Ugye említetted is, hogy felvázoltátok azon a bizonyos padon majd a családmodellt, és biztos erről is beszéltetek a Mongóliáról is, illetve mondtad is, hogy majd lesz egy olyan szakasza az életeteknek, és hogy Szilvi azt mondta, hogy jó, hát ha erre van hívásod, akkor én ebbe belefolyok, beletagozódok. Egy ugye a párkapcsolatnak 5 nagyon fontos pillére van, és abból az egyik az egyéni karrier ambíció, amikor támogatom a másikat az ő egyéni karrierjében, ambíciójában, és ugye a szövetségesség, tehát hogy mi ketten szövetségesek vagyunk, és ha őnek oda van hívás, és az ő karrierje, és az ambíciója, és a vágya az, hogy oda menjen, és én elfogadtam őt, mint férjemet, akkor azt gondolom, hogy ez teljesen jó, ha tudja követni. De ha nincs meg az az összhang, hogy támogatom a másikat, hogy nagyon sok versengő házaspár van, hogy férfinő verseng egymással, ismerünk ilyeneket, több ilyen párt is ismerek, hiszen járnak hozzám, vagy egyszerűen nem tudják lekövetni a másik igényeit, vagy úgy éli meg, hogyha őt támogatom, akkor én háttérbe szorulok. És mivel itt ugye megvolt köztetek az összhang, meg volt az a mély szeretet, mert én végig azt érzem, ahogy beszélsz a kapcsolatotokról, hogy egy olyan mélységes mély szeretet, ami nekem a szerelem fölött van még. És hogyha egy ilyen kapcsolódás van, egy ilyen érzelmi kapcsolódás, és ott a tudatosság, az érzelmi intelligencia, és ez az összhang, akkor ebből ez tud születni. Tehát ez számomra így teljesen rendben van. Nyilván nem ez az általános. A következő kérdés, hogy milyen lehet ez a gyerekek szempontjából? Ugye annyit beszélünk róla, hogy a gyermekeknek rend kell a megszokott dolgokat követni. Hát ez azt hiszem, hogy rendesen kifordította őket is a komfortzónából. Valószínű, mennyi idősek voltak a gyerekek, mikor kiutaztatok? 11, 8 és 4. Ó, hát őnekik már kaland a világ. Mm-hmm. Én iridlem Szilvit. Nem érted, hanem Mongóliáért. Bocsánat. Van még címeim, ha gondolod. Szóval, ha nekem előáll a férjem, hogy akkor most te mennél. Ekkora a szatyorba, ami belefér, jöhetsz, és akkor egy év jurta, megkérdezném, hogy milyen gyorsan lehet elindulni. Tehát, hogy így, igen, nekem kaland az élet. No, a gyerekeknek is kaland az élet. A gyerekeknek a biztonságot, meg a rendszert, azt nem a külvilág fogja megadni, hanem a szülőknek a rendszere és a szülők biztonsága. Ahogy beszéltetek is róla, te is olyan gyönyörűen elmondtad, hogy milyen szép az egyetértés köztetek, és milyen szép ez a szeretet kapcsolat, amiben ti éltek. A gyerekek valószínű, hogy ebbe a szeretet kapcsolatba fürdenek naponta, és élik a mindennapjaikat, és nekik a világ legtermészetesebb dolga az, hogy minket szeretnek, és hogy ránk vigyáznak, és hogy minket el fognak látni. Az, hogy ti bátoraknak nevelitek őket, az mutatja azt, hogy igen, ők bátrak voltak, mert jönnek veletek, és élik ott az életet. Egyébként ők hogy élvezték ezt? Tehát milyen történeteket hoztatok onnan így a gyerekek révén? Biztos van egy-egy olyan momentum, amit még ma is emleget a család. Igen, azért hadd pontosítsak, hogy mi Ulánbátorban laktunk, és egy régi típusú orosz építésű gyakorlatilag társasházba. Aztán én, amikor kimentem vidékre, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy tényleg maga a középkor, vagy inkább az ókor, az ottani élet, tehát éjszaka megfagy a víz a pohárba, és a többi, és a többi. Tehát oda hosszabb ideig nem vittem ki a gyerekeket. Viszont soha annyit nem voltunk, mindig együtt mozogtunk. Tehát, ha jól emlékszem, 12 magyar volt az országban. Mi a mongolok előtt ugyanolyan kirívóak voltunk, mint hogyha itt megjelenik egy mongol, vagy egy fekete ember, vagy egy ázsiai, vagy bármilyen. És ezért jó is volt, hogy együtt mozogtunk, mert a mongoloknál tehát a lopás kérdés, mint olyat, azt egészen másképp kezelik, mint mi, hogy én nagyon finoman szóljak, tehát hogyha valamit elvesznek tőlem, akkor én voltam a gyengébb, ők az erősebbek, kivéve, ha gyerek van valakinél. Tehát ha gyerekkel megyek, akkor szent és érthetetlen. És ez emiatt is egyébként mindig nagyon sokszor, vagy szinte mindig együtt mentünk.
Ami nagyon érdekes volt a számukra, hogy magántanulók voltak. Feleségem, ő középiskolai és egyetemi magyar tanár, tehát gyakorlatilag megengedte a Belencei iskola, hogy magántanulók legyenek. Amiben a gyerekeknek egy sérelmük van, hogy sokkal jobb a suliba a tanár, mint az anyuka. Anyuka túl szigorú volt? Igen. Hát tanár, szerintem igen, nem volt igen. Úgy. Illetve a nagyobbik lányom, ő neki nagyon jó a nyelvérzéke, és kérte, hogy írassuk be egy mongol iskolába, egy kicsit nívósabb mongol iskolába beirattuk, úgyhogy egy kicsit az oktatásra is ráláttunk. Illetve nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ugye 9 hónapos a tél, ilyenkor most áprilisban még olyan mínusz 5-6 fok van, de ők már kifekszenek a hó tetejére, mert jön a tavasz. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy állandóan gyakorlatilag gyalogolni nagyon keveset gyalogoltunk a gyerekek miatt. A taxi nagyon olcsó volt, soha életünkben annyit nem taxisztunk, mint ott. Tehát azért más árviszonyok voltak, árértékarány, és nagyon élvezték, hogy bárhova mentünk, oda ők is jöhettek. Itt ezt nem tudtuk megtenni. Illetve amit nagyon élveztek, hogy sokkal kevesebb élelmiszert lehetett megvenni, mint Magyarországon, viszont az alapanyagokból mindig anya főzött, és ezt nagyon élvezték, hogy mindig otthoni kaja van, és egy kicsit belekóstoltak ők is a konyhaművészetben, nyilván nekik nem volt ez kötelező, de az az idilli nyugalom, ahogy családként élhettünk a 12 hónapból 10 hónapot, azt még a mai napig is visszasírjuk. De azt is őszintén el kell mondani, hogy minden gyerkőcöt, amikor kiengedtük, elengedtük, akkor van egy ilyen mély beszélgetésünk hármasban, és ha van esetleg elakadás, vagy teher, vagy bármi a szívébe, akkor most tegye le, most beszélje róla, vagy soha. És hát azért azt elmondták, hogy az iskolai tanulmányaikban azért nagyon nagy törés volt ez az egy év, viszont a családban pótolhatatlan közösségünk volt, tehát ma is azt éljük meg, hogy elvileg már csak egy gyerkőcünk van, de bármikor visszaröpülnek és bármikor kiröpülnek. Mindemellett bizonyára, hogy kellett, hogy adjon valamit, hogy megismertek egy más világot egészen fiatalon. Tehát a gyermek fejlődésében kellett, hogy ez jelentkezzen. Igen, az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogyha van egy gyereknek lehetősége egy-két évet, kisebb, rövidebb idő, vagy hosszabb időszakokat így családdal együtt különböző területeken élni. Megismeri más kultúrákat, más szokásrendszereket, más világokat, más életstílusokat. Ez bizony-bizony talpra esettebbé teszi őket. Több a világról az ismeretük, attól egy kicsit ők határozottabb jellemek lesznek, bátrabbak lesznek, bevállalósabbak tudnak lenni, meg önismeretet is nagyon nagyot kapnak ebben a helyzetben, mert ugye kihívás a megszokott rendszerből, hogyha kiszállsz, akkor azért ott meg kell felelni az ottani elvárási rendszernek. Egyfajta lelki rugalmasság, egyfajta ráhangolódás arra, hogy alkalmazkodni tudjak a különböző életterületekhez. Szóval nagyon-nagyon sok tapasztalatot ad a gyerekeknek, ezt meg el tudom fogadni, hogy a tanulmányaikban a töréspont, mert ugye a gyerekek, ahogy mennek fölfelé az osztályokba, ott azért kötődéseik alakulnak ki a kapcsolataikban. És nem biztos, hogy ugyanoda tud visszacsöppenni. És azért, ha egy év kimarad, azért az az egy év, az a többieknek tartalommal volt megtöltve, neki is, csak teljesen másfajta tartalommal. És nem tudják ugyanott folytatni. Ez nem olyan, mint a felnőtt barátság, hogy egy év múlva találkozunk, ott folytatjuk, ahol előtte abba hagytuk. A gyerekeknél azért ez egy más reláció. A házasságot tekintve viszont összekovácsolónak képzelem én egy olyan közösségbe élni, ahol tulajdonképpen nincsenek is se rokon, se barát, se saját anyanyelvű. Biztos vagyok benne, hogy egymásba kell kapaszkodni, és itt már a Csillát kérdezem, hogy kívülről ezt hogy látod, mint szakember. Még annyit fűznék a gyerek témához, egy picit feedback vissza, hogy az én lányom angol száz területen tanult 2 évet család nélkül, tehát egy idősebb testvérrel volt kint, egy 15 évvel idősebb testvérrel, aki akkor volt 30 éves, tehát nem egy másik kis testvérrel engedtem el, és ő ugyanezt mondta el, hogy a középiskolai tanulmányait, a középiskolai éveit kvázi hát nem tönkretette, de hogy azért eléggé megtorpedozta, és aztán visszajött 11-12-re már, és nem tudott betagozódni, mert hogy a világlátása, a gondolkodás és a hozzáállása
teljesen más volt, mint az itteni gyerekeknek, akik közül lehet, hogy többek még külföldön sem jártak, nem hogy kint éltek. Tehát egy olyan fajta megküzdési stratégiát sajátított el, és annyi plusz erőforrást tudott bevinni magának a külföldi léttel, amit mondjuk más nem tud megtapasztalni, aki nem jut el. Viszont párkapcsolati vagy házassági szempontból én azt gondolom, hogy nálatok biztos, hogy a kohézió még nagyobb lett, még erősebb lett. Én ezt ebben szinte 100%-ig biztos vagyok, hiszen egy ilyen helyzetben a család még inkább összefog, és nem kifelé tekingetünk, hanem még inkább összekovácsolódunk, és azt gondolom, hogy a családba, ebbe az egységbe vetett hit is megerősödik a gyerekekbe is, és a felnőttekbe is. És én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az a filozófia, amit így Mongóliából elhoztatok, amit magatokévnává tudtatok tenni? Talán az egyik legfontosabb, hogy bármi történhet körülöttünk, a család az család, és felelősséget vállunk egymásért, és ott akkor mondjuk az én projektemet támogatta a család, amikor hazajöttünk, akkor a feleségemét, aztán amikor a gyerekek ugye már egyetemre mentek, akkor a család mögé állt, és a soron következő tanulmányokat támogattuk, és valahogy így ezt tanulgattuk meg ott Mongóliában, hogy nekem is ez egy nagyon nagy érzelmi tőke volt, hogy az egész családom tulajdonképpen mind a négyen azért voltak, és azért szenvedtek el dolgokat, mert nekem volt egy fejlővésem, és akkor így megértettük, hogy igen, mindenkinek kell, hogy legyen egy ilyen fejlővése, és amennyire tudunk, mögé állunk ennek. Bocsássatok meg, folytatjuk innen. Elszaladt az időm, arra, hogy nagyon izgalmas volt a beszélgetés, innen is látszik, úgyhogy ha gondolom, a nézők azért egyetértenek velünk, hogy Révész Lajos példája mindenképpen egy érdekes példa, amiről beszélni érdemes, úgyhogy egy hét múlva innen folytatjuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm Papp Csillának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Révész Lajosnak, hogy itt voltak velünk, és nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk tartottak. Családőrzők című műsorral egy hét múlva tehát újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.